A Transzilvánia Trust Alapítvány programigazgatója vagyok, egy olyan civil szervezeti, amely több mint 20 éves történelemmel rendelkezik, és az egyik projektje a boncidei Bánffy kastély helyreállítása. És látni fogják, hogy miért ez az előadás címe. Jó, rendben. Tehát egy olyan műemléképületről van szó, amely sokak számára eltérő jelentéseket hordoz. És akkor, ha megkérdezzük, hogy mit jelent az odalátogatóknak, vagy a boncidáról hallóknak a Bánffy kastély, jelentheti azt az emléket, amely 1944-ig élő történelem volt. Eddig lakta a Bánffy család a kastélyt, romantikus erdélyi Versáliájának nevezték, gyönyörű szép hely volt. Jelentheti a nagyurat, Bánffy Miklóst, aki 1944. októberéig lakott itt, jelentős személyisége volt Erdély és Magyarország történetének a 19. század végén és 20. század elején. Boncidán írt az Erdélyi Történet című trilógiáját, amelynek köszönhetően rengeteg turista érkezik a Bánffy kastélyba, felkeresve azokat a helyeket, amelyek inspirálták a regény megírásában Bánffy Miklóst. Ezen kívül a kastély jelentheti azt, ami 2001-ben fogadta a látogatókat, tehát 1989 és 2001 között romosodott a legintenzívebben ez a műemléképület, annak ellenére, hogy Romániában országos jelentőségű épületegyüttesről van szó, és A-kategóriái műemlék. Ez volt az az állapot, amelyet az alapítvány munkatársai 2001-ben ott találtak. Akkor indult el a kastély megmentésének nagy pályázata, nagy projektje, amely elsősorban az oktatás és a kutatás terén próbált valamit kezdeni ezzel az épületegyüttessel. Hagyományos építőmesterségek oktatását indították el a kastélyban, ahova évente összesen, tehát 2001 óta eddig több mint 2500 diák érkezett a világ 26 országából. Kőművességet tanulnak, miközben a kastély helyreállítása is halad. 2012 óta hagyományos építőmesters bútor helyreállítást is oktatunk, illetve emellett van ácsműhely és kőfaragó műhely is. Hagyom, hogy inkább a képeket kövessék, és az alapján képzeljék el, hogy milyen típusú beavatkozások és oktatási folyamat zajlik itt a kastélyban. Ezt a képet jegyezzék meg, mert a későbbiekben lesz egy olyan kép, amely a kastély kőtárát mutatja be a mai állapotában. Továbbiakban bemutatnám az épület együttes darabjait. Itt az egykori konyhaépületet látjuk. Egy 96-os távfelvétel a felső kép. Az épületek tetőszerkezet nélkül voltak, erősen romos állapotban, és a helyreállítás filozófiája a következő elveket tartotta szem előtt. Megőrizni mindent, amit lehet, csak ott beavatkozni, ahol éppen szükséges. Olyan építőanyagokat használni, amelyek az épület együttes történeti szerkezetéhez illeszkednek, illetve hagyományos mesterségeket gyakorolva állítsuk helyre ezeket az épületeket. Ma kulturális kávézó működik az egykori konyhaépületben, tehát az is fontos volt a munkatársak számára, hogy az eredeti funkciókat valamilyen képen helyreállítsák. Szálláshelyiségek vannak, ebédlő és étterem. Vele szemközt az egyik épületszárny Bánffy Miklós nevét hordozza, Miklós épületként ismerjük. Ez most oktatási és kulturális központ. Itt van az oktatási programjainknak a székhelye, konferenciaterem és további szállás lehetőségek. Látják, hogy 2005 óta már kétszer helyreállítódott ez az épületszárny. Tehát a főbejárata fölött, most nem látszik ezeken a képeken, de megtartottunk egy pici feliratot, amely az 1944 és 89 közötti időszak funkcióját őrzi, amikor ez az épület szárnya helyi mezőgazdasági termelőszövetkezet irodája volt. A kastély az államosítás után, a kommunista időszakban tulajdonképpen mezőgazdasági funkciókat töltött be. Az udvar az kukoricás volt, az egyes épületek pedig
a termelőszövetkezetnek az ilyen-olyan tevékenységeinek adtak otthont. A valamikori kápolna épületét is sikerült helyreállítani 2006 és 2007-ben, amikor közösségi teret hoztak létre. Ezt a helyi, a boncidei közösség ingyen használatba veheti bármilyen alkalommal, legyen az családi esemény, vagy éppen a helyi elöljáróknak a konferenciája, találkozója. A valamikori istálló épület is átesett több felújítási szakaszon, mind a mellett, hogy pedagógiailag szemlélteti azt, ahogyan az épület megújulni látszik. Azt is mutatják ezek a képek, hogy honnan jutottunk el hova. Ez most egy használható belső tér, még nincsen teljesen helyreállítva, de a másik fontos elv, amit figyelembe vettek az alapítvány munkatársai a kezdetektől fogva, az az volt, hogy használjuk ezeket a tereket. Ne csak azért állítsunk helyre, hogy megmentsük az épületeket, hanem a közösség hasznára legyenek ezek. Így ebben az istálló épületben ma már esküvőket tartanak, beszélgetéseket, filmvetítéseket, konferenciákat. A kastély bejárata, az egykori kapuépület nyilván 1944 előtt nem volt ennyire minimalista. Ma itt van az a kép, amiről beszéltem. Egy hete adtuk át a felújított kőtárat, amely mondhatni Erdély egyik legszebb kőtára lett most. Ide gyűjtöttük azokat a töredékeket, amelyek mindenike sajátos történettel rendelkezik. 36 szoborból álló galéria díszítette 1850-es évektől a kastély kapuépületét, amelyet Johannes Nachtigall segítségével hozott létre a Bánffy család. Sajnos ma már egyetlen szobor áll csak a helyén, a többi eltűnt, vagy a lapidáriumban őrizzük. Emellett még olyan kőelemek vannak, amelyek a művészettörténészek és régészek számára fontossággal bírnak. Ezekről is hosszasan lehetne mesélni. Hoztam kiadványokat, úgyhogy ha valaki kíváncsi az egyes történeteinkre, akkor onnan bővebben értesülhet. Mint mondottam már, a romok közé eseményeket szerveztünk. 2001-ben tartották az első kastélynapokat. A művészet is élményt nyújthat mindazoknak, akik oda látogatnak. Sőt, 2016-ban egy Európai Uniós Kreatív Európa projekt keretében sikerült létrehozni az úgynevezett Mesterségek és Művészetek Központját, amely a főépületben, tehát egy olyan épületrészben próbált valamit kezdeni, amellyel eddig nem foglalkoztunk, ugyanis az volt a legjobb állapotban. A belső terem mutatja a bal fenti képen, hogy mit jelent a legjobb állapot. Nos, itt sikerült egy fiatal építész csapatnak egy multifunkcionális teret berendezni, amellyel Boncida tulajdonképpen a szakma érdeklődésébe olyan szinten is bejutott, hogy kortárs építészeti beavatkozások rendjén idézik ezt a megvalósítást. Ugyanakkor elkészült a kastély udvarában az a játszótér, amelyet a turisták eddig hiányoltak, vagy amelyet nem élvezhettek. Egy öt szeméből, vagy szeméből álló ménesről van szó, fa, lovak, amelyet felnőttek és gyerekek egyaránt használhatnak. Ugyanakkor alkotótáborokat is rendeztünk 2016-17-ben, amikor fiatal művészek, építészek, mesterekkel közösen közös projekteket találtak ki és valósítottak meg. Itt az egyiket láthatják a jobb fenti képen. További képek az alkotótáborok eredményeiről. És nyilván élményt is jelent Boncida az odalátogatóknak, míg kezdetben saját eseményeknek volt színtere, később egyéb szervezetek is megkeresték az alapítványt Boncidát választva helyszínül. Így otthont adunk a Transylvania International Film Festivalnak, tehát ez egy nemzetközi filmfesztivál, amely Kolozsváron zajlik, de a 2010-es évek elejétől két napot kiköltöztetett Boncidára. Este szabadtéri filmvetítés zajlik, napközben pedig az utóbbi években gyerekprogramokat szerveznek, élettel töltik meg a kastélyt. És a saját rendezvényünk az a kastélynapok volt, ez 2016-ig működött, ugyanis addigra a kastélynapok piaca annyira
óriási lett, vagy hogy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Tehát, hogy 2001-ben Boncidán volt először kastélynap, jó példa lehettünk, ugyanis számos kastélytulajdonos vagy kastélykezelő szervezet rendez most már gyakran kastélynapokat, és úgy gondoltuk, hogy elveszítette azt a jelentőségét, amit valamikor hordozott, és újra szeretnénk gondolni ezt az eseményt. Ez egy kétnapos rendezvény volt augusztus utolsó hétvégén, a környékbeliek tudták, hogy erre mindig sor kerül. Lovas bemutató, kiállítás, könyv bemutató, filmvetítés, gyerekprogramok, zenei koncertek, klasszikus és könnyűzenei koncertek szerepeltek a programban, és nyilván egy referenciapont volt a turisták szempontjából is, és ezt kell újra gondolnunk. Tehát, hogy az épületek újra helyreállítása mellett a saját programjaink helyreállítása is egy fontos szempont. A nyitott kapuk napja viszont egyre népszerűbb rendezvényé válik, míg korábban csak ingyenes belépést biztosítottunk áprilisban a Műemlékek Világnapján, illetve szeptemberben az Európai Örökség napján. Az utóbbi években programokat is kínálunk ekkor az idelátogatóknak. A vezetett séták nagyon népszerűek, ilyenkor magyar és román nyelven, illetve angol nyelven tartunk vezetett sétákat. Jó alkalomnak gondoljuk a vezetett sétákat, hiszen ilyenkor első kézből értesülhetnek az alapítvány tevékenységeiről is az ide látogatók, de a kastély történetéről és a család történetéről. Ezeken a rendezvényeken a Bánfi család is képviselteti magát. 2008 óta ők a kastély tulajdonosai, sikerült visszaszerezniük, és azt mutatjuk meg tulajdonképpen a közönségnek, hogy egy valamikori arisztokrácia család szintén emberekből áll, emberi léptékkel viszonyulunk a világhoz, és ezt próbáljuk szem előtt tartani. A gyerekek a legfontosabb korcsoport számunkra, hiszen a jövő generációt már most el kell kezdeni nevelni. Őket gondoljuk azoknak, akiknek nekünk tovább kell adni ezt az örökséget, amellyel most rendelkezünk, ezért örökségnapokat szoktunk tartani, amikor iskolán kívüli tevékenységre hívunk főként Kolozs megyei román és magyar osztályokat. Egy olyan képet láthatnak, amely egy sikeres 2012-es kastélynap után történt Boncidán. Akkor keresett meg minket egy fiatal szervezőcsapat, és a történeti helyszínt megfelelőnek találták egy elektronikus zenei fesztivál megszervezésére, és 2013 óta szervezik Boncidán júliusban az Electric Castle nevű fesztivált. Ennek az alapítvány csak házigazdája, tehát a helyszínt biztosítja, viszont a fesztiválnak köszönhetően került fel Európa térképére olyan szempontból, hogy az a korosztály, amely talán nem jött el a mi kastélynapunkra, az képviselteti magát, főleg a fiatalságra gondolok az Electric Castle Fesztiválon, oly módon, hogy miközben eltölt 5 napot a kastély területén, hozzájárul ahhoz, hogy fenntarthatóvá válik ez a kastély, fenntarthatóvá válik akár Boncida, hiszen gazdaságilag eszméletlen bevétele van a falunak. Ugyanakkor egyik fontos forrása a kastély helyreállításának ez a fesztivál, mert a bevételek bizonyos százalékát a szervezők felajánlják a kastély helyreállítására. És számunkra az alapítvány munkatársai számára, akik valamennyien rövidnadrágosan kezdték ezt a történetet, nyilván egy interdisziplináris csoportról van szó, ahol együtt dolgozik fiatal és idősebb, ahol a művészettörténész, a régész, az építész, a mérnök, a kivitelező, a mesterember és a projektmenedzser tudása szükséges ahhoz, hogy előrelépések történjenek a dolgokban. Itt a Kastély Együttes 1930-as rajzát láthatják. Mára egy épületrész elpusztult, a valamikori lovarda, a hatos és a jelzett rész hiányzik. A többi viszont mind megvan, és minden egyes épület, mint ahogy mondtam, megpróbálja az eredeti funkciót betölteni. A konyha épület étkezőként működik, kulturális kávézóként, a Miklós épület az oktatási programjaink központja, az istálló és a kapuépület maga a hagyományos mesterségeknek ad otthont, kiállítótérrel és befogadótérrel rendelkezik, és a főépület az, amely még további helyreállításra szorul, tehát ott történt a legkevesebb beavatkozás, és amely a jövőben
szintén egy több funkciót ellátó épület lesz. Itt tervezzük kialakítani a Bánffy Miklós emlékét idéző teret, de luxus lakások is lesznek, bérelhetők, és vannak olyan részek, amelyek még mindig csak tervek, tehát hogy az alapítvány a családdal 49 évre szóló koncesziós szerződést kötött, és minden az anyagiak függvényében alakul. A civil szervezetről lévén szó pályázatok során különböző ötleteinket támogatják. Itt felsoroltuk azokat a szervezeteket, amelyek eddig támogatták a kulturális eseményeket. Tehát fontos hangsúlyozni, hogy ezek a pályázatok, akik itt megjelennek ezen a dián, ezek mind kulturális tevékenységeket támogattak. Tehát nekünk úgy sikerült a helyreállítással haladni, hogy kulturális projekteket valósítottunk meg. Köszönöm a figyelmet, és szeretettel várjuk Önöket Bonczidára.